Emelőkosárból oltották a tűzoltók a kigyulladt Ungvár sétányi lakást szerda délután. Közben a lépcsőházban gomolygó, sűrű füst miatt a szomszédokat az utcára menekítették. A 11 emeletes épület 6. emeletének egyik lakásának erkélyén keletkezett a tűz, amely részben átterjedt a lakásra, illetve a fölötte lévő 7. emeleti szintre. A füsttel telítődött a lépcsőház, ezért indokolt volt a felső szinteken lévők kimenekítése. Összesen 25 lakót menekítettek ki az épületből a tűzoltók, közülük 3-at füstmérgezéssel kórházba kellett szállítani. Többek között azt a férfit is, akinek a lakásában a tűz keletkezett. A férfit néhány óra múlva azonban kiengedték a kórházból, mivel az otthona teljesen elázott az oltás miatt édesanyjával együtt, egy földszinti, üres lakásban kaptak elhelyezést. Tegnap este itt ezen az ágyon töltöttük az éjszakát, fölváltva igaz, pihengetés volt, alvás nem volt, de pihengetés volt. Hát ez tragikus, hát most az erkély ajtaja ugye megrukkant. Megégett az erkély ajtaja a felső szomszédnak, és csupa por és korom lett az otthona. A férfi azt is elmondta, hogy a gyerekei vették észre a tüzet, és ők hívták a tűzoltókat. A gyerekek itt voltak, ők észlelték, hogy szivárok fel a füst, és tudtommal talán még az egyik barátjuk hívta a tűzoltót. A helyszínen ma délelőtt statikus végzett vizsgálatokat. Azt mondta, több nyílászárót kell kicserélni és festeni is kell, de a ház szerkezetileg nem szenvedett károkat. A tűzeset következtében az épület tartószerkezete nem károsodott, tehát állékonysági problémái nincsenek. De viszont a lift meg a közös ott maradt. Ma délelőtt kapcsolták vissza az áramot a nyíregyházi panelházban. A kimenekített lakók is visszaköltözhettek az otthonaikba. Azt a férfit és nőt, akinek kiégett a lakásuk, egy másik albérletbe költöztették az épületen belül. A nyírvévé szakemberei azt mondták, a károkat legkésőbb jövő héten kijavítják.